én az 50 pluszos nőknek üzenni akarom, meg a 30-asoknak is, hogy cselekvés nélkül nincs boldogság. Tehát lehet várni, hogy majd valaki boldoggá tesz, majd valaki megérkezik, de ahhoz el kell indulni a lehetséges utakon. Én elindultam. Hát vagy amerre szeretnék menni. Hát igen, amerre szeretnék menni. Én is elindultam a gyengeségeim irányába, és iszonyatosan nagy utat, tehát ha azt nézzük, hogy most számszerűsíteni kell, mekkora utat tudok megtenni, de sokkal nagyobb utat tudok megtenni azzal a folttal, amellett a pozitívokat is tudom erősíteni. Csak ha eltolom magamtól azokat, hogy ebben én nem vagyok jó, ebben én, ettől én félek, ez nekem nehézséget okoz, akkor egy nagyon kényelmes irány ki tudok alakítani, de hogyha azt mondom, rámenjünk arra egy idő után, hogy én ebben rossz vagyok, én nekem ez nem megy, de szeretnék benne fejlődni, de szeretném ezt megoldani. Én a szakmailag ezt mondanám. Vitatom. Tudom, azért vitatom. Iratkozzatok fel a Panna Csajok stb. Csatornájára, és nyomjátok meg a csengőt, hogy minél előbb értesüljetek a legújabb tartalmakról. A Panna Csajok stb. Mai adásában az újratervezés a témánk. Tulajdonképpen két pszichológussal ülök itt szemben, Szili Nóra, aki persze újságíró, televíziós műsorvezető, még riporternek is szoktak, bár az olyan fura nekem mindig a riporter, de tehát, hogy nagyon, nagyon sok kalapot hordtál már, és Frank Róbert, aki viszont teljes állásban pszichológusként tevékenykedik. Sziasztok! Szia. Hát Nóra, mi nagyon régóta ismerjük egymást, közös műsorunk is volt, sok mindent megéltünk együtt, és most mégis az újratervezés miatt vagyunk itt. Ez az én életemben is bekövetkezett, és a tiédben is. Az 50-es nőknek szól ez a műsor, úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogy igazából, anélkül, hogy persze olyan részletekbe belemennénk, amiről nem akarsz beszélni, de hogy ez a te életedben hogy zajlott, milyen változások előzték meg, és hogy tudtál ezen túllendülni. Ez lesz az egy óra témája. A koron? Az 50-en? Nem. Vagy a változáson? Az életedben bekövetkezett változásokon. Talán úgy, hogy mindig kitaláltam valamit, ami felé törekedtem. Tehát, hogy nem a koromat néztem, hanem a vágyaimat. Tehát, hogy nem azt éreztem, hogy ez engem korlátoz, hanem mivel a szellemi frissességemért, vagy a kíváncsiságomért, vagy a nyitottságomért, hogy az megmaradjon, szerintem egyrészt tettem, meg másrészt genetikailag ilyen vagyok, ez mindig vitt előre. És amikor 7 évvel ezelőtt elbúcsúztam a képernyőtől, és ez egy saját döntés volt annak a műsornak a végén, akkor én már évek óta gondolkoztam azon, hogy ki vagyok én, tehát mi az én portfólióm, ki az a Szili Nóra, tehát egy önismereten dolgoztam, és egy szakmai önismereten is, és mi az, ami felé ezzel a csomaggal el lehet indulni, valami másik lábat növeszteni, hogy ne függjek a doboztól, mert én rájöttem, hogy nem képernyőfüggő vagyok, hanem interakciófüggő. És tehát én megkerestem magamban azokat az erőforrásokat, meg összeraktam azt a tudást, aminek már a birtokában voltam, és felmértem azt, és ez nagyon fontos, hogy mi az, amit még meg kéne szerezni, és ezt mindenkinek üzenném, hogy tanulni soha nem késő elkezdeni, és én több iskolát kijártam a 40-es éveim második felében. Sőt, én azt hiszem, hogy még most is tanulok valamit minden nap. Robi, mennyire jellemző az, hogy az emberek ezt ilyen teljességében átlátják, és azt mondják, hogy a vágyaim után megyek, és nem pedig a korom után? Is. Tehát van, aki nagyon a vágyai után megy, az sem feltétlen jó, valaki meg kevésbé megy a vágyai után, az sem feltétlen jó. Most, hogy így beszéltünk erről, nekem az jutott eszembe, hogy ez egy mindset, egy életstílus, vagy egy életfelfogás, hogy ahogy te mondtad, vagy kérdezted a Nórát, hogy elérkezett valahova, és aztán hogy tudott váltani. Szerintem meg az nagyon fontos, hogy valaki úgy gondolkodik, vagy úgy nő fel, az lenne a legjobb, hogy folyamatosan változik, és nézi azt, hogy akkor mit tanulhat hozzá, mit tehet még hozzá, tehát nem áll meg bizonyos helyzetekben. Közben meg tök jó az is, hogyha megállunk. Ezt szoktam mondani, amikor valaki elmegy az El Camino-ra, hogy én elmentem az első, mikor mennyit álltál benne?
Hogy hát ez a kérdés. Hogy ne csak úton lenni, hanem hogy ezek ilyen szakaszok vannak, de mégis egy ívet írjon ki, és ahogy mondtad, hogy a tanulás az egy élethosszig tartó darab, és az fontos. És ha ide kapcsolódhatok, hogy a gyerekkorra utaltál, én az édesanyámnál is azt láttam, hogy képes volt nagy váltásokra annak idején a vállásaival, a karrierváltásával, hogy üzletasszony lett egy mérnök nőből. Tehát én a rugalmasságot láttam otthon, az alkalmazkodó képességet. És amikor én onnan elkerültem egyetemre, aztán az egyetemen belül is váltottam, mert a Debreceni Egyetemről átjöttem az ELTE-re, aztán ott végeztem pszichológusként, és amikor aztán a rádióban kezdtem el dolgozni, hát a médiáról, mivel ugye onnan ismerjük egymást, tudható, hogy ott 2-3-4 éves ciklusok vannak, és az ember egyszerűen megszokja, nincs más választása, mint hogy adott esetben egy hepe után hupa jön, és hogy fel kell állni, új irányba kell, új csapatba kell betagozódni. Igen, de itt a kellett kivenném belőle. Ennek van egy kell oldala, és van egy olyan, hogy rátanulok arra, hogy képes legyek. Igen, hogy várom. Tehát, hogy tudom, hogy ahogy megy le, már kezdődik egy másik, talán a háttérben, vagy másik. Igen, így van. És akkor így, és hogy higgyem el, hogy jön a másik. Biztos, hogy jön. Tehát fejebb... Meg hogy higgyek önmagamba, hogy képes leszek azt a másikat megcsinálni. De azért volt egy olyan szakasz is, amikor úgy érzem, hogy nálad is, meg nálam is, ez egy lételem történet volt, tehát, hogy nem tudtuk elképzelni az életünket anélkül, hogy képernyősök lennénk. És ez sokáig tényleg így a non plus ultraként volt jelen az életünkben. Aztán jött egy olyan pont, amikor az emberek megkérdezték, hogy hogy tudsz létezni nélküle, és akkor magától értetődő volt, hogy tudok, hiszen a világ sokkal nagyobb és szélesebb annál, mint sem, hogy én csak képernyős lehessek. Ez nálad hogy volt? Visszautalnék arra, amit mondtam, hogy az a felismerés, hogy én nem képernyőfüggő vagyok, hanem interakciófüggő, tehát hogy nekem az a lételemem, hogy kapcsolódjak, és ahhoz nem feltétlenül kell kamera, bár otthon érzem magam most is, csillogó szemmel jövök be, hazajövök egy stúdióba, de akkor valahogy felszabadultam. Tehát rájöttem, hogy nem azon kell kattognom, hogy mi lesz a következő dobozos produkció, amiben én részt vehetek, hanem hogy mi lesz az a következő helyzet, amiben átélhetem ennek a kapcsolódásnak a flow-ját. Hogy ez most egyéni kliens, vagy színpadon közönséghez való kapcsolódás, ez nagyon sokféle, vagy egy workshop, tehát nekem az adrenalinom akkor zubog, hogyha azt érzem, hogy valami hasznosat csinálok, hogyha kommunikációs helyzetben létezhetek, és csillog a másik ember, vagy az emberek szeme is. Ezt egyébként kamerán keresztül pedig nem láttuk, ugye, hogy csillog a szemük, vagy nem. Tehát én egy pluszra is rátaláltam a dobozon kívül. Nekem volt egy olyan rész az életemben, amikor a gyerekeim születése miatt ugye háttérbe szorult a tévézés, vagy a szereplés, és akkor évek maradtak ki, és utána volt egy ilyen üres járat, amikor hirtelen nem igazán tudtam, hogy akkor merre tovább, melyik úton, és rá kellett jönnöm, hogy nekem kell utána menni, és nem elvárni azt, hogy az emberek tudják, hogy én milyen vagyok, vagy mire vagyok képes, vagy milyen, mihez van tehetségem azon kívül, amit eddig megmutattam magamból. De az emberek csak azt gondolják rólad, amit már megtapasztaltak, és amiben már láttak. Tehát azon túl senki nem gondolkodik. És az egy izgalmas, de nagyon, nagyon nehéz folyamat volt, amikor volt ez az üres járat, amikor nem tudtam, hogy mi fog történni. Neked volt ilyen? Volt ilyen pillanat, amikor azt érezted, hogy az már nem fog valamiért menni, de még nem igazán tudtad, hogy merre menj? Miközben a vágyaim után megyek, és ugye Robi azt mondta, hogy ez nem feltétlenül jó, de én azért, miután egyedül neveltem fel két fiút, jó apai kooperációval hangsúlyozom, azért én mindig álltam annyira a lábamon, hogy igyekeztem biztonságot teremteni, vagy biztonságot tudni. Tehát én azért többféle dolgot csináltam akkor is, tehát ugye nem véletlenül kezdtem el írni, vagy nem véletlenül kezdtem el tanítani. Tehát, hogy amikor a tévében láttak, akkor is csináltam mellette dolgokat, tehát hogyha az egyik kiesett, azért létezett valami más B-terv, C-terv, támasztékon. Stb. Más kérdés, hogy miközben iridlik az embert, hogy itt szabadon úszik, ennek vannak szabadon vergődő szakaszai. Tehát egzisztenciálisan ezt nem mindig volt diadalmenet csinálni, vagy voltak ebben nagyon nem szorongással, inkább félelmekkel teli időszakok, tehát pontosan tudtam, hogy mitől félek, nevezetesen, hogy fent tudom-e tartani a víz tetején azt a hajót, amiben a két fiammal ülök. Nem véletlenül éltem évekig albérletben,
ami hülyé hangzik, de közben meg azt éreztem, hogy amikor az a hitelválság volt, akkor ez egy okos döntés volt, mert sokkal inkább volt a túlélésem záloga, mint hogy elvesztettem volna a fejem fölül a fedelet. Tehát, hogy én azért észnél vagyok, miközben a vágyaimról sem feledkezem meg. Mert azzal, hogy egyedül maradtam, azzal én ennek fölfogtam a felelősségét, hogy az én vállamon mi minden nyugszik, és hogy ebben nekem nem lehet ilyen Hűbele Balázs módjára döntéseket hozni, vagy felelőtlenkedni, mert több ember élete függ tőlem, vagy több ember megélhetése, még édesanyámat is támogattam jó pár éven át, tehát elég nehéz helyzetekben kellett helytállnom. Robi, aki hasonló cipőben van, hogy érzi, hogy a régi már nem működik, de még nem tudja, hogy milyen irányba menjen, mit javasolsz, hogy álljanak ennek neki? Hát magába kell tekinteni, hogy Janóra is mondta, hogy önismeretet feltételez, hogy ő hogyan definiálja magát. Mondjuk ez így egyszerűen hangzik, de azért nagyon nehéz, hogy én az vagyok, aki erre tette fel az életét, és az mondjuk jellemző volt korábban, hogy emberek 40 évet ledolgoztak valahol, most meg a jobhopperek, meg akár, ha egy évet kibírnak egy munkahelyen, az már egészen kiváló. Hogy én ki vagyok, és hogy én hogyan helyezem el magamat a világba, aktívan vagy passzívan, az nagyon fontos. Hogyha aktívan helyezem el magam a világba, akkor abban mindig van egy folyamatos út, egy folyamatos mozgás, és ami beszélgetetek az előbb az utolsó kérdésnél, az utat eszembe, hogy mikor nehéz az, amikor úgy élem meg a változás, hogy az egy probléma, amikor megállok. Ha megállok, akkor nem szabad megállni, mert akkor elsőre kicsit olyan, mint a cápa. Jobban ilyen-olyan cápák, valamiket nem kell megállni, de ha megyek, akkor el vagyok foglalva valamivel, akkor benne vagyok. Igen, és egyébként bocsáss meg, csak a megállóknál az egy rosszabb van, a megállítanak, és mondjuk a pandémia volt egyébként ilyen időszak, csak most már erre nem akarok nagyon visszatérni, amikor minden, amit megteremtettem és biztonságosnak tűnt, felállt rendszer, 2 nap alatt dőlt össze, és lett üres a naptárom 1/2 évre a szépen áthangolt karrieremben. Na ott az egy olyan térdreesés volt, amiben megálltam, mert megállított a világ. És azt nagyon nehezen viseltem, hogy kiment a kontroll a kezemből. Igen. Ugye nyilván nagyon sok ilyen kontroll vesztettem. Ez lenne a válasz, hogy mi a tanács, vagy oké, ez mindegy, hogy tanács, vagy nem. Tehát, hogy ilyenkor az ember, mi az egy krízis helyzet, beszűkül a gondolkodásra, és csak azt látja, amit akar. De tényleg, ha ő a problémát akarja látni, akkor a problémát látja. A kilátástalanságotból akar kijönni, akkor azt látja. Sokan úgy gondolkodnak, hogy mit nem akarnak. És az teljesen más, mint hogy arra beszélnek, hogy igen, én ezt akarom. Tehát, hogy van ez a beszűkülés, amit lehet tenni, hogy a beszűkülést tágítani, megnézni a lehetőségeket, hogy milyen lehetőségeim vannak még, milyen opcióim, milyen kompetenciáim vannak még, milyen skilljeim vannak még magamon belül, és akkor ezt így lehet tágítani, és el lehet hinni, ahogy mondtad is, hogy oké, ezt fejlesztem, ezt mindig szerettem volna fejleszteni, akkor gyöngyöt fűzök, és akkor elkezdek gyöngyöt fűzni. Hát én nem, de... Az igaz gyöngyöt. Hát ezért... Ja, az élet igaz gyöngyét, igen. Ezt mindig tudjuk, hogy mi milyenek vagyunk valójában? Tehát te megkérdezted a hozzád közel állóktól, hogy mondjuk te hogy látsz engem? Te is azt látod-e, amit én magamról gondolok? Ugye én elvégeztem egy executive coach képzést, meg egy szupervízió alapú coach képzést, ezek nem ilyen hétvégi frutizacskók tanfolyamok voltak. És tanultam egy speciális személyiséganalitikát is, ami egy komoly önismeret, tehát nekem papíron van arról, hogy milyen vagyok. Így motivációim, vagy gondolkodásmódom, vagy a viselkedési stílusom, amit az ember persze, hogy körülbelül érzed, de én így nagyon sokat dolgoztam azon, hogy képbe legyek magammal. Tehát pontosan tudom, hogy mik az erősségeim, és mik a nem erősségeim, és nyilvánvaló, hogy az erősségeim irányába szeretek menni, hiszen azt szoktam mondani, nem az a kérdés, az ember mire képes, hanem hogy mire képes lelkesen. És afelé megyek, amire lelkesen vagyok képes. És ilyen szempontból én azt hiszem, hogy nagyon komolyan tükörbe néztem, így életkoromat tekintve is, hogy mibe tudok ma hiteles lenni, hol lehet ez érték, hogy már ennyi tapasztalatom van, hol lehet átadható tudás, mi az az átadható tudás, amit a 30 év tömegkommunikációs tapasztalatból kivehetek,
Oké, ott a diplomám, de hát az egy múlt századi diploma, az már poros, pókhálós. Mi az, ott vannak a gyökerek nyilván, az alapkövek, de mi az, amit még 21. századi tudást mellé kéne tennem, hogy ma érvényes lehessek, ha egy HR vezetővel tárgyalok, vagy bárki megkeres, hogy üljünk le, mert beszélgetni szeretne velem, vagy támogató kérdésekre van szüksége. De az egész, hogy ebben én higgyek, hogy erre méltó vagyok, az egy nagyon szigorú önvizsgálattal kezdődik, amit a Robi is mondott. De egyébként barátokat is megkérdeztem. Igen, hogy ők mit gondolnak meg. Tehát azért van egy-két nagyon hiteles tükörtartóm, aki támogatott, vagy segített ebben, vagy jó kérdéseket tett fel nekem. És ők általában bólogattak, hogy igen, szerintem is ez a jó út neked, Nóra? Vagy? Igen, de nem úgy bólogattak, mint a kiskutya a hátsó ablakban, hanem hát ugye ez a lényege az ilyen, akár szerintem a terápiának is, vagy a coachingnak is, hogy úgy kérdezni, ami aztán a benned lévő válaszokat előhozza. Tehát nem megijeszteni a másikat, hanem felvetni dilemmákat, kételyeket, amik őt közelebb viszik a megoldáshoz, hogyha azt ő végig gondolja. Én leültem egyébként egy nagyon jó coachsal, egy business coachsal akkor, amikor a karrier változásomat, vagy változtatásomat terveztem, hogy mert kicsit úgy éreztem, hogy bizonytalan vagyok, kis hitű vagyok abban, hogy merre induljak el, és 2-3 ülésben gyakorlatilag ott voltak a válaszok bennem, és tudtam, hogy az iránytűnek igenis az mutatja az anyír nekem, csak valahogy nem jól forgattam. Hát sok jót mondtál, de hogy nagyjából ezt javasolnátok azoknak, akik válaszút előtt állnak, de nem igazán tudják, hogy kik ők valójában, vagy hogy mit szeretnének csinálni. Szakmailag vagy magánéletben? Hát jó kérdés. De hogy bocsánat. Most egyelőre a szakmáról beszéltünk. Ez változó. De szakmailag ugye ki kell alakítani egy bizalmat a klienssel. És aztán utána már ezt lehet csinálni. Tehát először én is azt mondanám, csak erre akartam lefetelni, hogy mik azok az erősségek, vagy gyengeségek, és akkor azt mondtad, hogy csak elindultam az erősségek irányába. De közben meg a változásról beszélünk. Én azt mondanám, hogy menjen el a gyengeségek irányába. Mert az nagyobb változás. Mm-hmm. Az nagyobb változás. Ha változni akar. Elmondom mindjárt, hogy működik. Tehát vannak erősségeim, kompetenciám, amik jók, és fejleszteni akarom, és aztán van egy szürke folt, amiről én azt gondolom, hogy gyengeségek. És nem biztos, hogy így vannak. De ha felvállalom. Vagy eltolom magamtól, mert kellemetlen. Nekem is volt egy csomó ilyen, és én is elindultam a gyengeségeim irányába, és iszonyatosan nagy utat, tehát ha azt nézzük, hogy most számszerűsíteni kell, hogy mekkora utat tudok megtenni, de sokkal nagyobb utat tudok megtenni azzal a folttal, amellett a pozitívakat is tudom erősíteni. Csak ha eltolom magamtól azokat, hogy ebben én nem vagyok jó, ettől én félek, ez nekem nehézséget okoz, akkor egy nagyon kényelmes irány ki tudok alakítani, de hogyha azt mondom, hogy rámegyünk arra egy idő után, hogy én ebben rossz vagyok, én nekem ez nem megy, de szeretnék benne fejlődni, de szeretném ezt megoldani. Én a szakmailag ezt mondanám. Vitatom. Tudom, azért mondtam. Például mondjuk nekem nem erősségem a vezetés. Tehát én nem lennék jó főnök. Nem azért, mert nem tudom, hogy kell egy szerkesztőséget működtetni, vagy nem tudom, hogy kell értekezletet tartani. Nem érzem jól magam ebben a szerepben. Nem vagyok túl gyors döntéshozó. Sőt, a döntésképességem, tehát nekem idő kell a döntéshez. Régen azt mondtam, én teszetosza vagyok, ma már átkereteztem, és azt mondtam, hogy megfontolt. De hogy én úgy értem, hogy az erősségeim irányába megyek, hogy például a karrierváltásomnál nem arra törekedtem, hogy bekerüljek egy HR osztályra, és ott majd előrelépjek és vezető legyek, hanem azon gondolkoztam, hogy én, aki autonóm módon szeretek dolgozni, egyedül szeretem elvinni a felelősséget, nem szeretek embereket cseszegetni, irányítani, egy olyan hajót szeretnék vezetni, és olyan irányba rakni, ahol én ezt élhetem meg, hogy alkotok, hogy megyek, hogy rám bízhatnak dolgokat, és én elvégzem, és nem tagozódom be egy olyan szervezetbe, ami nem egy rám szabott kabát, egy adott pozíció. Tehát én így értem az önismeret, vagy az erősségek követésének a fontosságát. Tehát én voltam egyszer főszerkesztő, és elvégeztem a dolgom, de mindig gyomorgörcsel mentem be hétfőn, hogy
mert nem éreztem jól magam a szerepben. Amióta pedig felkéréseknek teszek eleget, ahol beülök az autóba, megyek 250 kilométert, kiállok a színpadra, elvégzem, vagy leülök, vagy workshop, ebben meg lubickolok, akkor miért kéne nekem... Nem kell, nem megint. De, vagy miért lenne az hasznosabb az életemben, hogyha az általam feltérképezett és nagyon megismert árnyékosabb oldalam felé mennék. Tehát nyilván, hogy például az, hogy én lassan döntök, abban, ha én ennek tudatába vagyok, ma már nem engedem, hogy sarokba szorítsanak, hanem kérek időt. Tehát tudom kezelni a gyengeségemet. De én például ilyesmire gondoltam. Ja, ilyen, vagy akkor, ilyesmi... akkor maximálisan egyetettek vele. Ilyesmire, tehát azt mondtad, hogy nem lennék jó vezető, mert nem tudok gyorsan dönteni. Ki mondta, hogy gyorsan kell dönteni? Tehát, hogyha én létrehozok egy olyan szervezetet, amiben én vagyok a vezető, aminek olyan a kultúrája, amiben én jól érzem magamat, viszont nem merem elvállalni, mert azt gondolom, hogy a régi sémák azt mutatják számomra, hogy egy vezető szerepben ilyennek kell lenni, attól én rettegek, nem érzem benne jól magamat, és azt mondom, hogy de belemegyek, mert kialakítok magamnak valami olyat, amiben tehát a lényeg az, hogy jól érezzük magunkat. Így van. Hát valamennyire. Ha saját szervezetet építettek, ilyen szempontból van csapat, akivel dolgozom, mert én is elindulok a YouTube-on, tehát az is egy csapat, ahol valahol én vagyok a vezető, de ott, megfontol, de ott a kultúrát meg tudjuk teremteni mi. De most egy olyan cégnél, ahol mondjuk nagyon hierarchikus a szervezet, ott nehezen tudnám magam elképzelni. Tovább tart átalakítani. Igen. Tovább tart átalakítani, minthogy könnyedén így most van. Élem az életemet, és boldogan megyek előre a vágyaim és a céljaim után. Te tetted fel az előbb a kérdést, hogy most szakmai, vagy pedig magánéleti. Akkor evezünk egy picit a magánélet világába, de csak annyira, amennyire komfortos mindenkinek természetesen. Tehát a kérdés az, hogy ott is van újra tervezés, ugye? Ott is vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, ami nyilván hat az ember munkájára is, a terveire is, arra, hogy saját magát hol vagy hogy látja a világban. Nálad ez hogy volt? Hát mondjuk, ha a válásra gondolok, mint nagy váltásra, akkor azt, és kíváncsi vagyok a véleményedre, én azt senkire nem hárítom a felelősségét, azt nyilván kettőnk kudarca volt. Nekem azt meg kellett gyászolni. Tehát, hogy én nekem annyira nem az volt a képem a saját életemről, hogy elvált nőként fogok 20 éven át egyedül élni, most nem kapcsolatok nélkül, de mondjuk nem valakivel élni, ott azért úgy megborult a saját magamról alkotott képem is, vagy arról, hogy mit álmodtam gyerekkoromban, vagy mit képzeltem, hogy ezt hogy kell csinálni. Anyám is elvált, és én persze, hogy nem akartam, ehhez képest sikerült kétszer. De ott szerintem megvan a gyász, tehát én soha nem hittem abban, hogy akkor rögtön valami támasztékot kéne keresni, hogy valaki megmentsen engem. Tehát én abban mindig hittem, hogy minden vonatkozásban, hogy először nekem kell önmagammal dűlőre jutni, és újra egyben lenni, hogy képes legyek egészségesen kapcsolódni valaki máshoz. Tehát ez megint egy magamon való munkálkodás. Tehát én akkor nem kétségbe esetten kerestem valakit, hogy álljon mellém, és ugorjon be a kiürült helyre, hanem sokkal inkább bezártam, és nem lógtak ki még a csápjaim. Talán észre se vettem akár egy villanó tekintetet sem, mert befelé kellett fordulnom, hogy ezt az egészet feldolgozzam. Plusz feldolgozni azt, hogy az anyaságról alkotott kép, nevezetesen, hogy az egy férfi mellett élendő meg a gyerekekkel, az meg az egyedülálló anyaképe lett, és ott a két fiam felé is nyilván dolgozott bennem a bűntudat, vagy a lelkismeret furdalás, hogy én nem ezt ígértem nekik annó kimondatlanul sem, amikor szültem őket, vagy amikor megfogantak. Tehát ott szerintem van egy gyász, és aztán az ember dönt egyébként, hogy mire rendezkedik be, hogy össze akar-e költözni valakivel, vagy föntart otthon egy ilyen kis biztonságos otthont a gyerekekkel, és egyébként meg azért élményekre szerződik, vagy csak nem bútorozik össze valakivel. Ez mindenkinek szerintem életstílus, vagy ízlés, vagy szíve, lelke kérdése. Te hogy látod, Robi?
Az ilyen jellegű váltásoknál az, amit Nóra leírt, ez egy jó út, vagy még mit tennél hozzá? Nincs jó út, szerintem csak sokféle út van, ami sokféle embernek sokféle ez lehet. Ahogy a gyász, ez egy gyász. Tehát minden veszteség, ez is egy veszteség, mert hogy mondtad, nem így képzelt el, én se így képzeltem, ahogy elválok. De hogy ebben van egy ilyen lezárás, és ennek a lezárásnak pontot kell tenni a végére, és ahhoz meg az a legfontosabb, ami a gyásznál, az official gyásznál is van, hogy megélni és átélni a dolgokat, és hogyha ahhoz meg kell egy idő, hogy ezt én megéljem, meg csönd, vagy az bármit jelentett a csend, az a magányt, vagy egyedül létet, vagy csomó mindent, de ahhoz kell egy ív, mindennek azért van egy ív, vagy egy cirkularitása, vagy, és akkor oké, az megvan, és akkor induljunk el újra. De itt, ahogy visszatérve a legelső kérdésre, hogy én tudom, hogy ennek lesz egy íve. Tehát készülök már arra, csak most éppen másban vagyok, bezárkózom. Tudom, hogy kint buli van, meg pesgő bontás, meg, de én most egy kicsit csöndben vagyok. Ha csöndben vagyok, és aztán jól vagyok, akkor kimegyek. De nem azon, hogy úristen, akkor most hogy megyek ki, meg mit fogok csinálni, hanem azért szerintem van mindig egy ilyen párhuzamoság, vagy kellene egy párhuzamoságnak, hogy ezt most nekem le kell zárnom, de aztán én megyek tovább. Itt is azt képzeltem, hogy az életem végéig majd akkor egyedül ülök egy lócán, és kis gyászkendőt felveszek, hanem pontosan azt, amit te mondtad, hogy elfogadtam, hogy akkor most ezt érzem, most ezt meg kell élni, és biztos eljön az az idő, amikor ki tudok menni újra a pezsgőbontásra. Igazad, teljesen egyetért. És az a rész, amikor ugye két emberen múlik, hogy elromlik egy kapcsolat nyilván, de hogy azon sokat dolgoztál, hogy a te szereped mi volt ebben? Igen. Hogy ez mennyire volt fontos a feldolgozás szempontjából? Hát szerintem az tévút, hogyha az ember ezt nem szárazza szét önmaga felelősségét, hanem mondjuk hárít, mert hogy a másik mit csinált, mert interakcióban létezünk egy párkapcsolatban. Nyilván türelmesebbnek kellett volna lenni. Ma már sokkal jobban tudom, és ez talán pont a korom előnye, hogy mi mit ér, minek milyen súlya van, mi az igazán fontos, hogy mi az, ami nem érdemes palávert csinálni, vagy aminek időt kell adni, vagy hogy mi az, amit, hogy az őszinteség az a Popper mondta, hogy nem jó a titok nélküli ember. Tehát, hogy nem kell mindig mindent kimondani. És én kegyetlenül nyersen őszinte voltam, és talán elhamarkodott is. Ma már e tekintetben szerintem higgadtabb vagyok, és megfontoltabb, nem féletlenül fogalmaztam meg, bár ezt szakmára is, meg magánéletemre is értem, hogy a mottom az, hogy jobb a méltóság teljes csend, mint a méltatlan zajongás. Tehát, hogy ebben én ma már másként reagálok helyzetekre. Megengedőbb vagyok, azt hiszem. De hát ebben a szakma is nagyon sokat csiszolt. Tehát, hogyha csináltam vagy 1500 beszélgetést, tehát én a sokféleséget mondtam már, tehát én megtanultam tisztelni a sokféleséget, meg rájönni, hogy mindenki más. Nem jó vagy rossz, csak más. Meg hogy az igazság nem úgy van időnként, hogy vagy, hanem hogy is. És hogy ezt érdemes, nem lenne annyi konfliktus, hogyha egy picivel jobban figyelnénk szerintem ennek az átgondolására. Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga puttonya. Mindenkinek megy a saját filmje, nem? Persze. És hogy ezeket a filmeket azért nehéz összefésülni. Ahogy te is mondtad, hogy van egy későbbi beérés, hogy bárcsak előbb értem volna be. De közben meg tök mindegy. Vagy úgy értem, hogy akkor ott ez történt. Most már más ember vagyok, most már ezzel foglalkozom. Ugye ezzel szoktak mondani, hogy nem megyünk sengel, vagy fenékkel előre. Tehát, hogy megyünk, menni, oké, így történt. Változzunk, haladjunk, csináljuk, hozzuk ki belőle a legjobbat. És sokan, ahogy abban benne ragadnak, és akkor ott az túl sokáig gyászolják, ezt régen patológiás gyásznak hívták, most elhúzódó gyásznak, hogy nem tudnak kilépni belőle, vagy kiszakadni belőle, és azt az eltűnt világok romjain ücsörögnek, és nem mennek sehova előre. És
mi a véleményed arról? Bocsássak, kérdezhetek? Csak hogy mondjuk a párkapcsolatokban ugye sokszor látjuk azt, hogy valaki aztán utána megjön egy ugyanolyan játszmázós... Nem született meg az a csönd? Tehát, hogyha nem... Na, ezt akartam hallani tőled, igen, mert magam is így gondolom. Hogyha megszületik az a csönd, vagy az az egyedüllét, akkor utána átrendezem, hogy ó, igen, itt rontottam. Ha túl gyorsan belemegyek, nincs tanulság. Igen, igen. Nincs leszűrt tapasztalat. Vagy katarzis. Igen, azt szoktam mondani, hogy a kudarc vagy a térdelés, és azért az egy tapasztalatforrás. Hát ott valamit nem csináltam jól. Igen. Tehát ott egy normális ember az csinál egy reality checket, hogy ránéz a helyzetre, hogy valamit itt rosszul mértem fel. És akkor ez az ezzel való megküzdésből azért, ha jól gondolkodom, akkor kikristályosítok valamit. Tanul belőle. Igen, ezt éreztettem. Ez egy nagyon jó Hanvas Béla idézet, biztos ismeritek, hogy az élet akkor kezdődik, amikor nem tudod, hogy mi fog történni. Akár egyik napról a másikra. Neked mennyi idő volt, mire ez a csönd? Már úgy értem, hogy mire jó volt a saját magad társasága, mire elég volt, amikor már úgy érezted, hogy úgy a helyére hullottak a puzzle darabok. Hát a válásom után szerintem két-három év, amikor már úgy kicsit nyíltam, és akkor volt is egy kapcsolatom, egy hosszabb kapcsolatom, igaz, hogy nem Magyarországon élő férfi, valami, ami egy nagyon finom volt nekem, vagy kényelmes volt nekem, vagy kellemes volt nekem, mert így megmaradhatott a burok a gyerekekkel, de egyébként így jöttem, mentem meg ő is a világban, és már történtek velem dolgok, amik a nőségemet jelentik, vagy amiben nőként viselkedhettem. Ez volt 4 vagy 5 év. Aztán utána megint jött egy csend. Ez azért, ugye egy kapcsolat akkor jó, ha úton van, ez egy idő után már nem volt úton, mert nem volt hova, mert én nem akartam kiköltözni Párizsba, ő sem akart ide költözni Budapestre, tehát ez elsimult. És aztán akkor megint volt pár év egyedül, és aztán megint volt egy találkozásom, tehát azért akkor már történtek velem a dolgok. Más kérdés, hogy nem, ezek a találkozások nem olyanok lettek, amiben az lett volna a vágyam, hogy reggel együtt ébredjünk, kávézzunk, és tehát odáig még nem jutott a lelkem. És érdekes, hogy a második kapcsolat után... Nem is tud. Hogy érted, hogy nem? Hát úgy, hogy ahhoz azért meg kell adni az időt, hogy odáig a kis lelked eljusson. Igen, igen. Hogy másról szóljon, elmélyüljön. Igen. Nem, teljesen igazad van. És aztán az elmúlt években pedig azért nem tudtam kapcsolódni, mert amikor az édesanyám nagyon beteg lett, akkor, csak erről nagyon nehezen beszélek, akkor nekem az nagyon nagy felelősség volt őt megtartani, vagy elkísérni. Akkor az volt a fontosabb. És meg a fiúk akkor voltak így az egyetem határán, tehát akkor minden idegszállam, tehát annál érzékenyebb vagyok, mint hogy még kiszolgáltassam magam adott esetben egy helyzetnek, amiben nem fogom a gyeplőt, mikor ezek is olyan nehezek voltak. És a 2019. május 1-én elment anyu, nem telt le a gyászév, és jött a pandémia, ahol meg szinte a saját életemet gyászoltam. Tehát akkor meg azért nem voltam nyitott, mert teljesen padlót fogtam. Tehát tulajdonképpen én 2022-re álltam most úgy fel, vagy 21-ben, hogy elkezdtem újra hinni, hogy már tudok kifelé nézegetni, hogy már visszakaptam az életemet, hogy elengedtem az anyut, hogy a fiaim kirepülnek, a kicsi most fog, illetve szerintem, mikor ez adásban már külön él, a nagy már kint van, tehát egy egészen más helyzetbe kerülök én. Nőként, anyaként, anyám volt elbúcsúztatott anyám lányaként, annak tudatában, hogy én vagyok a következő generáció, aki megy. Tehát, hogy ezeket mind helyre kellett tenni, és akkor megint inkább ilyen kagylóüzemmódban voltam. De most már nem. Jó. Majd erről is egy picit legalább. Tudtam, hogy ahogy hozok be papírzsepit, ne egyen meg, drága anyici, láttad, tehát még mindig itt vagy. De hogy a feldolgozás része-e az, amikor rájössz mondjuk egy interakció, egy kapcsolat kapcsán arra, hogy hopp, most
egy picit megint belecsúsztam. Most egy picit megint úgy viselkedek, mint amiről tudom, hogy nem volt helyes. Szóval, hogy ezek, nem, ezek a feldolgozások, erre akarok kívülni, nem úgy történik, hogy most akkor nulláról százra teljesítek, hanem egyszerűen az a tudat, hogy felismerem, hogy ez már hibás, ez már a jó út. Igen. Bele kell kalkulálni. A hibát bele kell kalkulálni az útba, vagy a célnak az elérésébe. És akkor nem lesz rossz. Tehát tudom, hogy el fogok bukni, de ahogy te is mondtad, hogy felismerem, hogy képes leszek-e felismerni a nagy részét. Nagy részét. Okay. Vagy jó esetben a nagy részét, de egy csomót nem ismerek fel, mert ezek annyira mélyen levő dolgok, amik irányítanak minket, hogy azért nem tudunk kibújni a saját bőrünkből, abból a személyiségben, ami nekünk van. Nem is nagyon kell változtatni rajta, csiszolni lehet rajta az évek során, de hogy felismerem, nagyon érdekes, akik voltak mondjuk narcisztikus kapcsolatban, hogy annyira vágyfülük lesz rá. Tehát azt, ahogy én azt tapasztalom, azt pontosan hallják, hogy ez az. Nem, de hát az egy ilyen nagyon észrevehető dolog. Jó, csak azért, hogy igen, nagyon, nagyon domináns, de hogy például így észre lehet venni, hogy de az sem feltétlen szerencsés, ha azt mondom, hogy na, ilyen nem akarok lenni többet, mert akkor az is egy viszonyítási pont. És a viszonyítási pont a régi negatív állapot, és azt fogom nézni, hogy ahhoz képest elég messze vagyok-e, ahelyett, hogy azt nézném, hogy ahova tartok, ahhoz képest milyen messze vagyok, és mennyit kell még haladnom. Tehát, hogy nem akarok olyan lenni, mint anyám például, az ellenforgatókönyv, hát, hogy... igen. Mert akkor mindig anyámat nézem, vagy apámat, vagy bárkit nézem. Ahelyett, hogy azt nézem, hogy olyan szeretnék lenni, mint, szeretnék olyanná válni. Az ugye motiváló, az előrevívő, abban van egy haladás, vagy fejlődés, vagy változás. A másikban csak körök vannak. Igen, ez nagyon fontos, és szerintem nagyon sokan benne ragadnak abba a tagadásosba. Igen, igen. Ugye? Igen. Jellemzően így gondolkodnak az emberek, hogy mit nem akarok, milyen nem akarok lenni. Azt mindenki tudja, hogy mit nem akar. De azt nagyon kevesen tudják megfogalmazni, mit szeretnék, hogy hogyan szeretnék, mert az ebből fakad, mert hogy ezt nem ismerjük. Tehát annyira nem tudjuk körvonalazni a jövőt, vagy azt az elképzelt vágyat, ahova szeretnénk menni, mert fogalmunk sincs róla, azok az érzések. Arról, hogy hol voltunk, azt pontosan tudjuk, mert abban éveket vagy évtizedeket eltöltöttük, azt pontosan tudjuk, hogy mennyire rossz. És mégis hát logikus, hogy ahhoz képest, vagy abban vájkálunk, meg abban dagonyázunk, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy oké, ezt már ismerem, oda, nézzük meg, hogy milyen. Fogalmam sincs, hogy milyen, de vonz, húz maga felé, és el akarok oda jutni. De ez kicsit az az érzésem, hogy a múltról meg a jövőről beszélünk, és hol van a jelen meg a most ebben? Már nincs. Hopp, már elmúlt. Már megint elmúlt. Hopp, már elmúlt. Jó, de hát a dolgok megélése, az milyen fontos. Tehát nem ez a jaj, ezt nem akarom, vagy jaj, erre vágyom, hanem legyen benne maga az élet, maga a jelen. Meg szerintem még, és kíváncsi vagyok, hogy evel egyetértesz-e, nekem nagyon fontos volt azon dolgozni, hogy tudatosítsam, például, hogy mik azok az érzékeny pontok, amit, hogyha így megnyom valaki, akkor indokolatlanul, ő számára érthetetlenül én vagy visszahúzódok, vagy bezárok, vagy lefagyok, és megkeresni a múltban, hogy voltak olyan mondatok, vagy szavak, amik akkor valami olyan bántó tartalommal, vagy nem tudom, érzéssel töltöttek fel, hogy te kimondod tök ártatlanul, és nem érted, hogy miért bántasz meg vele engem. És hogy ne projektáljam a múltbéli dolgot arra másikra, aki tulajdonképpen teljesen ártatlanul szüzen érkezett ebbe a helyzetbe, és az én traumáim, vagy az én kis trauma láncomból csipett el egyet, amiről neki fogalma sincs, és hogy én észnél legyek, hogy most nem őre reagálok, hanem az a gyerek reagál bennem, vagy az a 20 éves csaj, aki akkor ott meg lett bántva ezzel a mondattal. Nem tudom, jól érthető-e magyar? Ez már nagyon magas szint. Tényleg az. De... Ez a jelen, ez lenne a jelen, hogy szét tudjam választani a múltat meg a jövőt. Uh-huh. Például. Tehát az, hogy tudjam az, hogy ez projekció, múltbeli sérelem, én már nem az vagyok, én ez vagyok, aki lát, hal, érez, és ehhez képest viszonyulok a másikhoz. De ez nagyon nehéz, vagy nem nehéz, elvileg könnyű, mert mindenkinek jól működne, hogyha nem
ragadna be annyi apró kis tüske az életében, mint amikinek mindenkinek belakad, vagy azt tudnám mondani, hogy ezeket ki tudom menni. Hát ehhez is a csend kell. Persze. Na és akkor volt a pandémia, abból sikerült ugye mindenkinek felállnia, így úgy amúgy, neked úgy tűnik, hogy ahogy is mondtad te is az előbb, hogy 2022-re állt, most már tényleg úgy össze a kép, hogy úgy érzed, hogy stabil vagy, biztonságban vagy. Ez az egész stabilitás és biztonság egy olyan szakmában, ami a tied, mert hiába mondjuk, hogy most már azért sok mással foglalkozol, de azért ez az autonóm, ez a nagyon független világ, amiben te továbbra is vagy, azért ebben van egy csomó bizonytalanság, spontaneitás, és igazából tervezhetetlenség is. Szóval, hogy most már így a helyeden vagy ilyen értelemben, és akkor a hosszú csönd után akkor jött egy párkapcsolat, amiben megtaláltad azt, amit sok ideig talán így eltoltál magadtól, ha jól értem. A szakmai bizonytalanságra csak egy mondat, hogy azzal, hogy nem tudok mit csinálni, hogy kiszolgáltatottja vagyok a megrendelőnek. Igen. De azért fölmértem azt, hogy mit tudok tenni, hogy minél több megrendelésem legyen. Tehát, hogyha elmegyek valahova, akkor ott 120%-ot teljesítsek, hogy aztán ajánljanak máshova. Tehát, hogy a saját felelősségem, a saját sikeremben az, hogy én maximálisan felkészüljek, maximálisan oda tegyem magam, bárhova megyek, vásárosnám én be vagy egy multicéghez, vagy egy egyéni klienssel, mert ez valahol ugye szájhagyomány útján is terjedt, hogy a Nórával jó dolgozni, vagy nem jó dolgozni, hogy visszahívjanak. Ez korábban nem volt fontos? De hogy nem ugyanez, hát mindig jó, így éltem. Mindig maximalista. Csak most arra utaltam, hogy mondtad, hogy milyen kiszolgáltatott ez a helyzet. Hát nem véletlenül volt azért 25 éven keresztül mindig valamilyen munkám, tehát valahova hívtak, mert vagy mindig valahova aztán megint hívtak. Én ebben nem voltam elég proaktív, tehát amikor azt mondtad, hogy rájöttél, hogy tenni kell érte, sajnos én ebben nem voltam elég jó. Én vártam arra, hogy fölhívjanak. Ma már vannak emberek körülöttem, akik segítenek abban, hogy ők proaktívak és visznek engem, de az ember akkor delegál. A magánéletre visszatérve, én 2020 vége felé gondolkoztam el azon, hogy amikor már ugye a pandémiából jöttünk kifele, meg én akkor nagyon sokat elkezdtem sportolni, meg sokat mentem a kutyákkal, meg úgy már elkezdtek online dolgok lenni, tehát éreztem, hogy jövök ki, már az anyuval is békém volt, hogy párkapcsolatra vágynék, és de még be voltunk zárva. És nekem egy barátom, és ezt nem véletlenül vállalom fel 50 pluszosan, és mondtam el, még mielőtt valamelyik bulvár újság írná meg, egy barátom beszélt rá hosszasan, hogy regisztráljak online társkeresőre. Amit hát ez először egy orlóshátast ugrottam, hogy hát ezt én nem látom, tehát én nem látok egy ilyet. És azt mondta, de Norci, most mit félsz? Hát úgyis be vagyunk zárva, tehát semmi, találkozni se kell senkivel. Tehát nézd meg, hogy milyen, az is egy világ. Nagyon érdekes volt egyébként, hogy mit reagáltak az emberek, amikor leesett nekik a tantusz. Én direkt kihúztam országhatáron túlra, hogy lássam, hogy a Szilinórára reagálnak, vagy a nőre. Mert ugye mondjuk egy osztrák nem tudja, hogy én ki vagyok, hát semmi. És gyakorlatilag én másfél évig fent voltam két társkeresőn. Én tudom, hogy nagyon sokan rettegnek, meg nagyon sok rossz tapasztalat van. Ebben talán az, hogy nekem nagyon szigorú a szűrőm, meg nagyon tudok figyelni, meg nagyon tudok kérdezni. Én elég jól rostáltam, úgy érzem, és én a másfél év alatt talán 5 vagy 6 emberrel ittam meg egy kávét, és ezek kellemes találkozások voltak. Más kérdés, hogy volt-e tovább lépés, vagy nem, nyilván nem volt. De szerintem ezt is végig kell gondolni valakinek, hogy a párkapcsolat akar, és úgy érzi, hogy a világ számára túl szűk, amiben él, amiben mozog az a kerület, vagy az a munkahely, akkor hogy tud abból kilépni, hogy tudja azt tágítani, vagy adott esetben milyen, tehát hogy tud cselekedni azért, vagy tenni azért, mert azt én nem, arra rájöttem, és talán ebben egyetértesz, hogy én Csobánkán ülhetek a parasztházam verandáján 2 óriás és 1 törpe schnauzerrel, de viszonylag kicsi az esélye, hogy egy királyfi, illetve ebben a korban már egy király beugrat egy lovon, érted, a kerítésen keresztül,
legyőzve a háromfejű, 12 lábú szőrös sárkányt, hogy Szilinórát feleségül kérje. Tehát ez ugye ez nem reális. Rendezvényeken ismerkedni, amikor én dolgozom és szerepben vagyok, ez nem működött. Én nem vagyok party girl, aki ide jár, oda jár. Tehát gondoltam, adok egy esélyt. Bejött. Bocsánat, koppant a gyűrűm. Tehát, hogy én az 50 pluszos nőknek üzenni akarom, meg a 30-asoknak is, hogy cselekvés nélkül nincs boldogság. Tehát lehet várni, hogy majd valaki boldoggá tesz, majd valaki megérkezik, de ahhoz el kell indulni a lehetséges utakon. Én elindultam. Hát vagy amerre szeretnék menni. Hát igen. Amerre szeretnék menni. Hát ezek a... Igen. Hát az, hogy valaki egy fotó alapján dönti el, hogy jobbra vagy balra húzza az embert, az egy érdekes alapkoncepció. Hát ez nagyon magyarul téma. Hogy ez az első, ezt választom elsőn lépésnek, vagy mást? Én nem első lépésnek választottam, azért én leéltem úgy... Nem, úgy értem, hogy ismerkedésem. Ja. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy igen, én úgy választok párt, hogy először megnézem a fotóját, és aztán elhúzom jobbra vagy balra. Azért ott vannak információk egyébként. Mondjuk én azért a szavak embere vagyok, tehát én azért azt gondolom, hogy az ilyen bemutatkozásokból is már próbálok érezni dolgokat, és az első időszakban én csak kérdeztem. Tehát nem azt mondom, hogy készültem a társkeresőre egy száz... De akkor mi alapján húztad jobbra vagy balra? Hát nyilván volt egy első blik. Ha volt egy nagy hal a kezében, akkor balra húztad. A döglött halast, a mesztelen felsőtestest, a mögötte a konyhában a sörös üvegek dőlnek, és ott áll egy gatyával, az nyilvánvaló bal. Tehát, hogy azért valaki mit akar üzenni a fotójával, az is egy érdekes dolog. Ha az edzőteremben gyúr és izzat, nekem az sem jön be. De még itt lehet... Ilyen nincs otthon. Hiszen az edzőteremben van és gyúr. Még a legjobb, amikor a párja van kisatírozva, tudod? Tehát, figyelj, nagyon-nagyon vicces dolgokat tudnék mesélni. De amikor valaki úgy nem tudom, egyszerűen egy szimpatikus megjelenés, és most nem márkajelzéses póló, meg na hát a szupi kocsi mellé odaállni, érted? Ami látszik, hogy abból nem az övé. Egy pár. Persze, hát tudnék írni azért erről egy kis publicisztikát, de nem tervem. Nem. Bár majd lehet, hogyha fölkérnek, megírom. De nem tudom, nyilván én is valami vagy megfogott, vagy nem. És ment jobbra vagy balra, vagy visz, ugye a Facebook, vagy a közösségi oldal társkeresőjén látod, hogy ki az, aki jelölt. Tehát az egyel beljebb vagy, mint a... Kiket ismer, ki a közös ismerős. Ki a közös ismerős, van egy Facebook profil, amit meg lehet nézni. Az én találkozásom, ami megtörtént, az egyébként a közösségi oldal társkeresőjén történt, nem a jobbra-balra cibálóson. Tehát ott ugyanis látod, hogy ki az, akinek tetszettél, és dönthetsz, hogy nyitott vagy arra, hogy szóba állsz vele. Tehát ugye azon a másikon ott nem látod, ugye ott egyszer csak meccs van, vagy nincs meccs. Ilyen szempontból a közösségi oldalé talán valamelyest... Konszolidáltam, igen. Mert én ezen a kettőn voltam föl. És végül is a találkozásom, ami azóta rendszeres találkozásra vált, az a közösségi oldal társkeresőjén alakult. A férfiak a Marsra jöttek, a nők a Vénuszról, ugye szokták volt mondani, és a kommunikáció ilyen értelemben azért nehéz, mert amit egy nő valójában gondol, amikor reagál valamire, vagy feltesz egy kérdést, azt sokszor a férfiak félreértik, vagy másképp értelmezik, és fordítva is nyilván. Tehát, hogy erre milyen javaslatod van? Tehát, hogy kommunikáljunk? De most tudom, hogy erre nem lehet rendesen válaszolni, de hogy kellene kommunikálnunk? Mire figyeljünk, hogy tényleg megértsük egymást, és hogy az derüljön ki, ami most valójában? Most már azt szoktam mondani ezeknek a kedves embereknek, akik jönnek hozzám, hogy nézzék meg azt, hogy ki mondja, hogyan, és csak utána, hogy mit. Mert sokan arra rámegyünk, hogy mit mond. És abból próbálunk levonni következtetéseket, ami a saját szűrőkön keresztül megy, ami torzít. De hogyha egy kicsit figyelek arra, hogy ki mondja, arról az emberről mit tudunk, hogyan mondja, vagy miért mondja ezeket a dolgokat, arra is jobban tudunk figyelni, tehát a mögöttes tartalmakra egy kicsit. És nem az, hogy azt mondta, hogy hülye.
hanem sokkal kicsit visszább menni. Nagyon egyszerű, ugye a kommunikáció alap tézise a az. Mármint az adóvevő. Nem az adóvevő, hanem az, hogy sablonizál. Csak ja, hogy a sztereotípia. Ja, és igen, sematizálunk. Igen, minden. Igen. Tehát olyan, hogy a világos ruhás nők úgy beszélnek, hogy. És akkor én ebbe beleteszem. Csak hogy ebből ki tudom-e venni. Mindenki sztereotípizál, mindenki sematizál. A képesség közöttünk abban különbözik, hogy ki az, aki ki tudja venni a másikat, ki az, aki nem. És hogy... Milyen kellemes csalódás. Hogy mégse olyan vagy, mint ami ennek tűnt. Az a legrosszabb, amikor azt mondjuk, hogy kellemes csalódás. Igen. Ja, ezt vagy ezt hányszor hallottuk, nem? Rengeteg. Szóval az lenne jó, hogyha mögé, ha mögé lehet nézni egy kicsit, hogy ő milyen helyzetben van, ő honnan jön, milyen napja volt, mi mehetett keresztül, és nem arra válaszolni, vagy arra reagálni, amit ő közvetlenül mond. Tovább megyek, ez abszolút alap, és én ezt még... Miután a kérdezés művészete a mániám, én azt gondolom, hogy a pontosító kérdésekből teszünk fel keveset. Tehát, hogyha te azt mondod nekem, hogy már nem tudom, hogy hülye vagy, Nóra, vagy nem tudom, és akkor visszakérdezni, hogy Panna, mégis mi történt, ami alapján, tehát, hogy jól értsem azt, amit mondasz. Ez a technikai része, igen. Hogy jól értsem, mert csomószor nem értjük jól a másikat. Mert meghalljuk. Erre mondtad, hogy a saját filmét nézem. Igen, meghalljuk, de nem úgy dekódoljuk, ahogy ő küldte. Uh-huh. Ugye, jön a torzítás, uh-huh. meg a feltételezések, amit pontosan amiket mondtál. Tehát én a kérdezés művészetét tanítanám mindenkinek, mert szerintem sokkal kevesebb konfliktus lenne a világban, hogyha jól tudnánk kérdezni, és meghallanánk, jól hallanánk meg a válaszokat. Igen, de ez feltétel a kíváncsiság, vagy a figyelem a másik iránt. És sok... Igen. Jó, hát ez... Akkor ez legyen az alap. Igen. Hogy érdekeljen a másik. Igen. És érdekes az, hogyha mondjuk visszaterelem az 50 pluszra, uh-huh. hogy nyilván az embernek ilyenkor már rengeteg tapasztalata van, és talán de rengeteg doboza is. Így van. És hogy abban résen lenni, hogy... a fájdalmas tapasztalataimat, vagy a mindenfélét, és annak alapján képződő dobozokat lelökni a polcról, vagy nem kinyitni, és nem betuszkolni oda valakit, hanem olyan nyitottsággal és tiszta szívvel őszintén befogadni azt, amit a másik mond, ami nem ezt a rigiddé vált sok év keménységét tükrözi. Szerintem ez a meló, és szerintem addig maradunk fiatal lelkek, amíg képesek vagyunk igen. erre a nyitottságra. Hogyha elindulok a YouTube-on, akkor én is tervezek pszichológiai témákat is. Azon túl, hogy nyilván ismert emberekkel való beszélgetés, elvárás Szilinórától, tehát azok a hangulatú beszélgetések, amelyeket folytattam, azokat is szeretném életre kelteni, de már annyira fontossá vált a lélektan újra az életemben, bár azt gondolom, hogy az iránti érzékenységem az interjúimban is benne volt, hogy ennek a, már ilyen küldetésem, hogy ennek a kultúráját vigyem, ahogy te is mész műsorokba vendégnek, én ilyen kicsit ilyen kettő az egyben, nyilván nem tartom magam, nem vagyok klinikai szakpszichológus, de hát azért van egyfajta képzettségem vagy mélységem ebben a tudományban, és folyamatosan olvasok is. Tehát a YouTube-on is valahogy szeretném ezt közvetíteni. Egyébként pedig vágyam az, hogy menjek előadásokat tartani, mert elég sok tematikában kidolgoztam, sokat egyébként nőknek. És tervezek csajokra szabott ilyen egynapos workshopot, vagy háromnapos tábort, amiben egy kicsit az önbizalom, vagy a korpara kérdései előjönnek, mert riadtan látom a közösségi oldalamon is egyébként, hogy mennyi ember nek egy morzsányi remény, amit mondjuk én azzal üzenek, hogy találtam egy társat, mennyi hálálkodó levelet kapok, hogy neki ez mit jelent, hogy elhiszi, hogy még lehet, mert lemondanak magukról a nők. Amikor vagányul felöltözöm és felteszem a Facebookra, mondjuk lehet, hogy jön egy olyan üzenet, hogy ebben a korban már nem kéne így öltözködni, de jön 20, amelyik azt mondja, hogy megerősítesz abban, hogy nőnek lehet maradni. És huncutnak lehet maradni, és csajosnak lehet maradni méltósággal. Nyilvánvaló, hogy már nem fogok haspólót felvenni, még akkor sem, ha lapos a hasam. És akkor sem a 36-os a méretem. Mert a méltóság és a stílus az a korral változik.
De én nagyon szeretném, hogyha a nők 40 pluszosan, 50 pluszosan jól éreznék magukat a bőrükben, és nekem ez... Én nem lennék fenn a közösségi médiában, egyébként komolyan mondom, ez időrablásnak találom meg, egy elég vetített hamis világnak, próbálok benne észnél lenni és reálisakat közölni, de emiatt fontos az a közösség nekem, akik ott vannak, mert tudok nekik, azt hiszem így, inspirációt adni bizonyos dolgokban, és ezt hitelesen képviselni, ezt az üzenetet. Uh-huh. És téged meglep, hogy ők nem így... Nem úgy éreznek, mint te? Tehát, hogy ők úgy érzik, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak, hogy fiatalosan nézzenek ki, vagy hogy lemondanak magukról, hogy ez miért van vajon? Ezt tudtuk szerintem, hogy így van, vagy tudható, meg nyilván itt már az is attól függ, hogy nősz fel, mit látsz magad előtt mintaként, hol cseperedsz, vagy hol laksz éppen, és mit szól a szomszéd, vagy mennyire vagy külső kontrollos, hogy mit szólnak mások. Pedig, hogyha fölteszed a kérdést, hogy kik azok a mások, akiknek a véleménye igazán számít, de igazán köze van az életminőségedhez, akkor nem nagyon kell egy vagy két kéznél több. De valahogy mindenki arra figyel, hogy mit szólnak mások. Nekem az igazán fontosak véleménye számít. Szóval a kérdésedre válasz, én azért sejtettem, hogy ez van. Nem tudtam, hogy ennyire számít, hogy én adott esetben ebben őket próbálom kimozdítani, vagy támogatni. Múltkor valami piros ruhát, vagy nem tudom mit, blúzt vettem fel, és azt írta egy hölgy, hogy megmutattam a férjemnek, és azt mondta, hogy na látod, kicsim, mert te is vegyél már fel pirosat. Biztos neked is jól állna. Nekem ez az üzenet aznapra elég volt. Hát, ha lecseréli a szürkét pirosra, és a férje csillogó szemmel meg fogja dicsérni. Tök jó. Akkor ma már nem éltünk ilyen. Igen. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek a Panna Csajok stb.-be. Köszönjük. Köszönjük. Iratkozzatok fel a Panna Csajok stb. Csatornájára, és nyomjátok meg a csengőt, hogy minél előbb értesüljetek a legújabb tartalmakról. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.